Nos hát, akkor üdvözlök mindenkit, sziasztok srácok, Alex vagyok, és üdvözlök mindenkit ebben a mai videóban. Fontos tudni, hogy a videó holnap fog kimenni, azaz pénteken. Ez egy kitmap bemutató lesz, ugyanis mai nap folyamán, tehát azaz pénteken 5 órakor fogjuk megnyitni a kitmapot előttetek. Ez még resetelve lesz, viszont egy kisebb bemutató féleség. Ugye, hát itt a spawn igazából. Így néz ki. Van itt nekünk egy pár láda. Ability láda. Ice. Silver. Kult. Gold. OP. 60. És reward. Hát ez ugye kodból származó kej. Itt találhatóak a kitek. Builder, azaz a miner. Builder, bard, diamond, archer és rogue. Ami különösebb dolog, amiért megéri nálunk játszani majd kitmapon, ami tényleg élvezhető a szerverben, és nagyon-nagyon sokan szeretnének ilyen szerveren játszani, szerintem, és Magyarországon még normális kitmapot nem láttam. Az a pearl, az ender pearl. Na most. Beruháztunk egy eléggé nagy dologra, igazából itt pearl terén. Szóval most már egy normális lesz, garantálom. Amit tudni kell, hogy egyelőre még a plugin fejlesztők azok nem csinálták meg azt tudtommal, hogy így átdobd a pört. Tehát ez így még egyelőre offos, de mi is dolgozunk rajta, hogy hát aki tudnánk fejleszteni rá valamit. De viszont... jó, az nyelvtanulni nem helyes, de mindegy. Tehát... ha minden igaz, közel jössz, és átjöttünk. Így van. Ennyi az egész. Tehát, ja. Ha már egy kapu nyitva van, akkor tiéd az egész tárház. Próbáljuk meg lépcsővel is, hát most igazából semmi. Árja. Még restartoljuk. Igen, ezt be kellett volna gyakorolni a videóra. Ez mégis hogy megy a cucc. De. Látjátok így is legalább, hogy ehhez is profinak kell lenni. Nem fog csak úgy menni. Na jó, ezt hagyjuk. Menjünk olyanhoz, ami talán fog menni. De majd akkor visszatérünk még a lépcsőre is. Úgyis, hiszen nem akarok 2 perces videót, tehát hogy legalább egy 5 percet értek el. Hopp, de ez elsőre megy. Oda megyek akkor így a lépcsőzés közel, hát ha így fog menni. Ja, hát legalább ez az Ender Pearl cooldown, ez húzza az időt. Szóval, ja, a pipen fejlődünk túl barátunk is. Ó, na, most sikerült. Rohadt jó, tetszik. Szóval, ja, igazából ennyi a cucc. Itt van 1-2 kot. Igazából, mondjuk ez nem kot, ez csak ilyen sky. Itt van 1 kot. Itt is van 1 kot. Igazából. Itt van lent egy ilyen kisebb ilyen PvP-zés terület. Itt egy drop. Itt is ilyen kis PvP-zős szorító minden. Itt van egy ilyen, ez is szintén ugyanolyan, mint azok. Csak ez nekem különösen tetszik, mert rohadt jól néz ki. Hát itt meg aztán instant halál. Tehát ha ide valaki bekerül, az szerintem élve nem jut ki. Maradjunk annyiba, tehát hogy itt is egy kis kilökős, és ott is. Igazából itt is. Szóval, ez nagyon OP. Menjünk ezt spawnra. Figyeljetek srácok, igazából ennyi lett volna, ami így fontosabb tudnivaló a szerverről. Az Ender Pearlről is elmondtam igazából, hogy működik igazából nagy részt.
szóval nagyon más mondani valom efelől nincs. Tetszik ez az egész dolog igazából, most kíváncsi vagyok, hogy fogtok-e játszani a kitmapon. Mivel tudnélik, Magyarországon még nincs kitmap. Sőt, mi több. Ha azt hiszem, nem is nagyon volt. Talán a MySide próbálkozott, de a frakciók besültek, szóval így nem feltétlen maradt meg. Viszont nem akarom tovább húzni az időt, srácok. Ha tetszett a videó és szeretnétek játszani a szerveren, akkor gyertek föl. Holnap, azaz péntek, 2020.02.07 és 17 óra, azaz 5 óra, kitmap szerverítás. Mára ennyi lettem volna, srácok. Tetszett, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Sziasztok!